Úgy tudom, hogy önök ezt a repcét AgroSolutionnel is kezelték. Meg is tudnám mutatni nézőinknek, hogy mi a kezelt és a kezeletlen repce közötti különbség? Igen, a mellettünk elterülő 32 hektáros repcetáblából 10 hektárt kezeltünk kísérleti jelleggel AgroSolutionnel. A kiuttatásokra 3 alkalommal került sor, először ősszel 3-4 leveles korban 2 kg per hektáros dózissal, majd február végén és március közepén 3-3 kg per hektáros dózissal. Szabina, segítenél nekem egy kicsit? Természetesen. Köszönöm. Kezelések hatására azt tapasztaltuk, hogy a kezelt növények gyökérnyaki része sokkal vastagabb, illetve erősebb gyökérzetet is fejlesztettek. A hosszabb, nagyobb gyökérzet könnyebb tápanyagfelvételt tesz lehetővé, és emellett sokkal jobban érvényesül a repce talajlazító hatása is. Így jobb tápanyagfelvételre képesek, reméljük, hogy ez később a betakarítás során is meg fog mutatkozni. A gyökérzeten kívül valamilyen egyéb pozitív változást tapasztalhatunk-e a növényzeten? Igen, a kezelt növényeken sokkal több elágazódást találhatunk, ami a becőszám megnövekedését vonja maga után, és így a nagyobb termést. Kérem, árulja el nekünk, hogy mi az a becő? A repce termés típusát becőnek nevezzük, a becőn belül helyezkednek el a magok. Mire kell nagy figyelmet fordítani az AgroSolution kiuttatásánál? A kiuttatás során két dolog nagyon fontos. Az első, hogy a permetező tartályába először a vizet vagy a már bekevert permetlét töltsük be, és az AgroSolution csak utána keverjük hozzá. A másik fontos dolog pedig az, hogy a finom porlasztás elérése miatt nagyon kell ügyelnünk a fúvóka méretre és a haladási sebességre.